Jó estét kívánok! A híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2015. október 30-án, pénteken este 7 órakor. Főbb híreink először röviden. Újabb segítő adomány, egy mozgásterápia eszközt adományozott a Greiner Bajován. Itt az ideje, ősszel érdemes fákat ültetni. Nem csak büntetni akarnak, a rendőrök tartottak lakossági fórumot. Merev térdel született egy ásványrárói kislány, a családja többféle terápiát is kipróbált, használtak egy eszközt, de csak heti egy alkalommal kerültek sorra, pedig ez az eszköz hasznosnak bizonyult, ezért úgy döntöttek, gyűjtenek egy saját gépre. Bedők Tíme a harmadik osztályos az ásványrárói általános iskolában, de most az őszi szünetben otthon van testvérével és édesanyjával. A kislány merev térdel született, a lába derékszögben állt a testével, a térdét egyáltalán nem lehetett mozdítani. Ez már addig jutott el, hogy 60-70 fokig hajlik Timi térde. Abszolút nem tudja, de kiskorában nagyon merev volt az izomzata, már legyengült. Nem tudják az okát, rettentő sokat tornázunk, edzünk, különböző terápiákat próbáltunk ki, eszközöket próbáltunk ki. Ez az egyetlen eszköz, a Motomed, ami az évek során tényleg használható volt hosszú távon számunkra, és motiválja Timit. A család a legnépszerűbb közösségi portálon gyűjtést szervezett, hogy saját eszközük legyen. Erről szerzett tudomást az egyik Moson-Magyaróvári cég. A Facebookon találta egy kolléganőm, aki szólt nekem, hogy van egy ilyen probléma, amit a szülők szeretnének megoldani, de nem tudják önerőből. És hát a Facebookon egy gyűjtés indult, ahol szép számmal küldtek be pénzt, úgy tudom, a szülőknek. És hát mi úgy gondoltuk, hogy ezt teljes összegben kifizetjük, ezt a gépet, ahogy minden évben, tehát eddig 3 éve már segítünk olyan rászorultakon, vagy olyan embereken, akiknek az életminősége ezáltal javulhat. A gép pedig ma megérkezett az ásványrárói családi házba. És akkor ha leveszem az új lelkezem, akkor megáll? Igen, abban a pillanatban, mint. Jó. Jó, ez a pillanat bírta. Ez is átbillent, jól van. Passzívan átmozgatja az ízületeit, de érzékeli a legapróbb izommunkát is. Ilyenkor leáll a gép, és Timi önállóan tudja hajtani, felépül az izomzat, sorolja az eszköz előnyeit az édesanyja. Ráadásul mutatja a szimmetriát is, az, hogy melyik lábbal hány százalékot tesz a munkába, ezzel viszont nyomon tudják követni, hogy ne csak az egyik láb erősödjön. Azt is mutatja a kijelző, hogy mennyit mozgott a gyermek önállóan, mennyit tekert a gép. Ez az ifjú tulajdonos véleménye a tekerésről. Az ügyvezető egy kis ajándékcsomagot is átnyújtott, amelyben ceruzák, tolltartó és egy párna is volt, Timi pedig egy ajzban köszönte meg a gépet. A Greiner Bajován Hungary Kft. Közösségi szerepvállalásában kiemelt szerepet kap az, hogy segítségük révén a beteg gyermekek életminősége javuljon. Megkezdte az őszi faültetést a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Moson-Magyaróváron 250 lombos fát és 1200 virágzó cserjét ültet el a VÜF. Az ősz ugyanis a legideálisabb időszak a fák elhelyezésére. A lombos fák könnyebben hajtanak ki tavasszal, ha ősszel kerül a földbe a gyökerük. Rózsák kerültek a Deák térre. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Munkatársai ősszel mintegy 1200 virágzó cserjét helyeznek el. Ebben az évszakban több feladat is hárul a Városüzemeltetőre. Jövő héten például tulipánhagymákat raknak több helyre. A városi rendeletben előírtak szerint a fák lombjairól lehulló levelek eltakarításáért a lakók az ingatlanjuk 15 méteres körzetében felelősek. A közterületek parkok takarítását szintén a VÜF végzi ősszel. A jövő életkörül élményeinek biztosításaként fákat is ültetnek. 250 darab lombosfa, ez nyugati ostorfából áll, vérbükkből. Vérbük most kerül a városunkba először kiültetésre. Frekventált helyen, tehát a Deák tér, felújított Deák térre kerül ki. Gömbkőr is, virágos kőr is, magas kőr is, tehát a kőréseket erőtetjük, ez bírja a városi klímánkat. Ezen kívül Csepresz megyet, Vérszilvát fogunk kiültetni.
Nem csak a város közterületeire kerülnek új fák ebben az időszakban, a magánkertekbe is ősszel célszerű kiültetni a lombosfákat és a gyümölcsfákat. Ez utóbbinak kifejezetten ideális az őszi nedvességhajlat. Általában a gyümölcsfák szabad gyökérrel érkeznek, az azt jelenti, hogy nincs rajta egy földlabda, tehát a gyökerek szabadon vannak, és ennél nagyon fontos a csapadék. Tehát nagyon fontos az, hogy amikor elültetjük, akkor bő csapadékkal rendelkezzen mind a föld, mind maga után az ültetés után a növény jelentős öntözéssel bírjon. Na most ez ugye tavasszal sokkal nehezebb, hisz általában pótolni kell a csapadékot, mert nem jellemző mostanság, hogy a tavaszaink bő csapadékkal lenne, azonban ősszel azért természetesen nagyobb csapadék mennyiség hull, és így könnyebben pótolja azt a hiányzó erőt, ami még kell, hogy a gyümölcsfa majd tavasszal bőségesen meginduljon. Mosonmagyaróvár éghajlata főként az alma, a körte, a cseresznye és a megyfáknak kedvez. A kajszi és az őszi barack, valamint a nektarinfák kiültetése viszont némi kockázattal jár. A napsütötte órák száma ugyanis nem ugyanannyi, mint például az Alföldön. Polisz Café néven lakossági fórumokat szervez a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. Ennek során városunkban is várták az állampolgárok kérdéseit, észrevételeit a környezetük közbiztonságával kapcsolatban. A rendőrség egyik célja a rendezvénnyel, hogy növeljék az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. Egy csésze kávé a bűnmegelőzésért. Ez a szlogenje annak az országos programsorozatnak, amely 2 évvel ezelőtt indult útjára. A Polisz Café lényege, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét növeljék. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács programját most először szervezték meg Mosonmagyaróváron. Vannak olyan javaslatok, amelyeket ugye meg kell fontolni, közlekedésbiztonsági, közlekedés szervezési vagy közbiztonsági jellegűek. Döntően ez az 50%-a a beszélgetéseknek. Mondtam a bűnmegelőzési ötleteket, javaslatokat, és hát vannak bűnügyi témák is. A rendőrség szerint a legfontosabb kommunikálni a városlakókkal, hiszen a védelmükért saját maguk is felelősek. Erre pedig fel kell hívni a figyelmüket, kiemelten a vagyonvédelemre, például a közelgő ünnepi hétvégén. Nagy létszámú embertömegeknél általában nem csak a jogkövető állampolgárok jelennek meg a bevásárlóközpontokban, sírkertekben, hanem a nem jogkövető állampolgárok is. Gyakorlatilag az emlékezés vámszedőit nagyon hamar el lehet fogni, hogyha az apró kis odafigyelése az emberek odafigyelnek értékeikre, akár bicikliükre, gépjárműveikre. A helyi rendőrkapitányság is az értéktárgyak védelmére fektet nagy hangsúlyt. Városunkban ugyanis a legnagyobb számban vagyonvédelmi bűncselekmények fordulnak elő. Az utóbbi években növekvő biztonságról tudok beszámolni, tehát a bűncselekmények száma is egy csökkenő tendenciát mutat, illetve hát az elkövetőknek az elfogása, számbelisége pedig egy emelkedőt, úgyhogy úgy gondolom, hogy eredménnyel tesszük a dolgunkat. A helyi önkormányzat szoros együttműködésben van a Mosonmagyaróvári rendőrkapitánysággal a maximális közbiztonságért. Városunkban virtuális kaput és kamerarendszert is kiépítettek. Ha ki van írva mindenhol a bejövő kapuknál, hogy kamerával védett város, akkor ez azt is jelenti, hogy tudja mindenki, hogy mire számíthat. Nekünk ez egy előnyt jelent, remélem a lakosságnak is nyugodtabban alhatnak, az nem jelenti azt, hogy nem fog bűncselekmény történni, de azon vagyunk, hogy minél jobban ki tudjuk szűrni, és a rendőrség munkáját tudjuk segíteni, ezért továbbra is pályázni akarunk, és fogunk is a térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése érdekében. A Polisz Café a helyi lakosság érdeklődését is felkeltette. Kíváncsiak voltak a rendőrök bűnmegelőzéssel kapcsolatos ötleteire, és ők is megosztották tapasztalataikat. Egyedül a autósokkal van néha a féktávolság, amit nagyon ki tudnák emelni. Több alkalomban volt részem benne, hogy voltak, akik nem tartották be, meg a gyorshajtás, de hát ezt a rendőreink úgyis intézik. A rendezvénysorozaton országszerte eddig több mint 3000-en osztották meg jó és rossz tapasztalataikat, sőt különféle prevenciós ötletet is ajánlottak a rendőröknek. Kiderült, a lakosok 90%-ban elégedettek a biztonságukkal. Ha önök is kíváncsiak a rendőrség bűnmegelőzéssel kapcsolatos információira, a képernyőn látható internetes oldalon tájékozódhatnak. Folytassuk egy újabb rendőrségi hírrel. Közösen ügyelnek a közbiztonságra megyeszerte a hétvégén a temetők környékén a polgárőrök és a rendőrei. Egyúttal a megemlékezés zavartalansága érdekében a megyei rendőrfőkapitányság felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy a temetők környékén gépjárműveikkel lehetőség szerint jól kivilágított látható helyen parkoljanak. Autóikban ne hagyjanak értékeket és csak a legszükségesebb dolgaikat vigyék magukkal,
de azokat rövid időre se hagyják őrizetlenül a sírnál. A tömegközlekedés választóknak különösen figyelniük kell értékeikre, az utasok közé vegyülő zsebtolvajok miatt. A közlekedés biztonsága érdekében lakott területen kívül és belül egyaránt fokozott figyelemmel legyenek a gyalogosokra és a kerékpárosokra. A nagyobb forgalomból adódó esetleges forgalomlassulások és torlódások esetén legyenek türelmesek, és már előre számítsanak hosszabb utazási időre. Az egyik műsorjel továbbítunk a Szatellit Híradás Technikai Kft. Az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz. Mint arról a számla melléklettel kézbesített levélből már értesült, 2015. november 1-én változik az analóg és a digitális csatorna kiosztás is. Tekintettel arra, hogy november 1-e ünnepnap, a csatornák átrendezését és az új kínálat elindítását november 2-án hétfőn fogjuk elvégezni. Előfordulhat, hogy néhány készülék nem fogja felismerni a változásokat, ebben az esetben egy automatikus keresést célszerű lefuttatni. A teljes csatornakiosztás elérhető a cég honlapján. 2016-ban is meghirdeti a város önkormányzata, a térségi társulás és a Flash Nonprofit Kft. A Ki mit tudott, amelyre nyugdíjasok, nyugdíjas csoportok jelentkezését várják. Az elődöntők február 23-án és 24-én lesznek délután 2 órakor. Jelentkezni ének, hangszer, vers és próza, tánc és egyéb kategóriában lehet. A műsorszámok ideje legfeljebb 6 perc, kivétel a tánc és a kórusok éneke, amely 10 perc lehet. Jelentkezési határidő január 15-e. Jelentkezési lap igényelhető a kulturális központban, a nyugdíjas közösségekhez pedig eljuttatták a szervezők a felhívást és a jelentkezési lapokat is. Kedves nézőink, a híradót látták itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Most a hírháttérben Ábrahám Tivadarral, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselőjével fogok beszélgetni a legutóbbi testületi ülésről, majd pedig az Üzleti Negyed gazdasági magazin következik. Friss hírekkel hétfőn este és a szokott időben 19 órakor várjuk Önöket. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!